A művészházas pár egyformán gondolkodik egy az értékrendjük családról, hazáról, a világról, Istenről, hitről. Egyértelmű volt, hogy mi. mi eh, eh, a mesterségünket, a hivatásunkat csak szenvedélyesen tudjuk. Ő is szenvedélyesen dolgozik, én is szenvedélyesen dolgozom. És soha nem akartam beleszólni az ő dolgába, ő az enyémben nem, hanem hagyott, és mindig a kellő pillanatban figyelmeztetett valamire, ami esetleg nem úgy van, vagy amitől még az más, még az jobb lehet. Én úgy gondolom, hogy, hogy mi kiegészítjük egymást, és teljesen rendben van, hogy egy ilyen tűzről pattant, aktív nő, egy komoly, gondolkodó férfi mellett leért 42 évet. Ez teljesen rendben van. Ez biztos, hogy föntről lett elrendelve, ilyen csak egyszer történik az életben, ahogy körülöttünk látom az embereket, meg a házasságokat. Nehéz dolog ez. De... A kérdésre felelve, tényleg nem művészemberként élünk egymás mellett, hanem két igazán összetartozó emberként, egy családként is. A színésznő nővére Pécsi emiatt Pécsi kötődése természetes. A házas pár másik fele kisfaludi András viszont rengeteg Pécsi emlékkel rendelkezik. Elmondta, hogy az egykori keks együttessel volt itt Pécsett a Szép Lányok Ne Sírjatok című filmforgatása során. Sok száz koncerten vett részt, de ez az elmúlt 40 év távlatából is kiemelkedik. Ezen kívül még van más kötődése is Pécshez. Egy könyv, ugye ez a Befogadó Kamera című könyv, ami az azt jelenti, hogy a művelési Központban, a Dominikánus Házban, a színház mellett ott szerveztem 6-8 évvel ezelőtt dokumentumfilmklubot, és akkor jöttek le a kollégák, hoztuk le a filmeket, és akkor beszélgetések utána ezeket aztán fölvették, és megszerkesztették, és, és, és akkor amikor már nem is tudom, 5, 6, 7, 8, 9 ilyen interjú volt, akkor, akkor, akkor arra gondoltam, hogy hát ezt érdemes volna folytatni, és ebből egy könyvet csinálni, és aztán utólag hozzátettünk. Úgyhogy tulajdonképpen ez Pécset indult el. Úgyhogy ennek, 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 ennek retteltesen örülök, hogy én nem csak úgy vagyok itt Pécsen, hogy, hogy egy idegen, előkelő idegenként, hát most arról nem beszélve, hogy hogy esküvői tanú voltam itt, a, a feleségem nővédének a esküvői, és hát szóval én, egyik legjobb barátom az a Pécsi Művelődési Háznak volt a, a vezetője. Hát én nem is tudom, nekem, nekem nagyon sok és szoros kapcsolatom fűződött Pécshez, és hát mint ahogy a beszélgetésben is, erre már kitértem, a Baranya megye és vidék Magyarország, és ezen belül ugye hát Pécs is, bár hát nem Pécsről szólt, hanem az Ormánságról. Az Ormánság senki és a című filmem, egyik ilyen vidékről szóló hát film, az is ugye itt játszódik, akkor is itt ebben a megyében dolgoztunk. nekem ez egy, nem tudom, hogy mondjam, hát ez, nem azt mondom, hogy ez szívem csücske, ez egy hülyeség, bár hát nem, nem, így szeretem, hanem, hanem nekem nagyon is komoly, meghatározó élmény minden, ami Baranyában és Pécset történik. Nem véletlenül esett a választás erre a két művészre, mondta Hoppá Péter a Pécsi Cirfándli esték beszélgetéseit vezető miniszteri biztos. Hűvös Völgyi Ildikó a színművész, rádiós, tévéfilmes, színpadi szereplős múltal rendelkezik. Ma is vállalja gazdag repertoárral különböző műfajokban a fellépést. Legutóbb az amatőr színházak meghódításáért is sokat tett, hiszen ezeket elkezdte összegyűjteni a Kárpát-medencéből. A KASZT, azaz a Komlói Amatőr Színházi Találkozó Barroso zsűri elnökének szerepét is betöltötte idén nyáron. Professionális budapesti színházi körökben megbecsült kosudias művész, előtte Kubikanna is vállalta ezt a feladatkört egyébként, hogy vállaljon egy ilyen feladatkört, hogy a, hogy a nem hivatásos a színtársulatoknak egyébként fantasztikus, magas, kiemelkedő színvonalú munkáit zsűrizze és szakmai tanácsokkal lássa el, ez, ez valóban azt mutatja, hogy én missziós lelkület színésztő. És ő mellette lehetséges egy kicsit úgy tűnik, hogy az árnyékában, de mégiscsak egy hallatlan, gazdag szellemi eszköztárral felfegyverzett magas, nagyon magas intelektusú rendező akinek az életpályája valóban a legnagyobbak, Sára Sándor és Csóri Sándorék mellett és az ő nyomában mérhető. Kis Hori Andrásról most tényleg úgy hallottunk, örülök, hogy a a mai közönség tagjai őt körbe rajongták most az előadás után, mert Andrást kevésbé halljuk megnyilvánulni. Ő ritkábban van kamerák előtt, ritkábban nyilvánul meg önmagáról, és a kettők viszonyáról, kapcsolatáról, szakmai munkájuk kapcsolódásairól is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ő most, most egy kicsikét a sündisznó megmutatta. A, a, szívét, és, és közkincsét itt a Pécsi Polgári Közönség előtt. A Pécsi Polgári Szalon Egyesület legközelebb februárban hív vendéget a Magtárlátogató Központba.